a Szakmák Éjszakája elnevezésű országos pályaorientációs rendezvényt április 12-én tartották meg országszerte. Az általános iskolásoknak városunkban is lehetőségük volt arra, hogy kipróbálják azokkal a szakmákkal kapcsolatos tevékenységeket, amelyeket a BSC Karacs Ferenc gimnáziuma, szakgimnáziuma és szakközépiskolája kínál. Mindezek előtt egy fontos eseményre is sor került az intézmény Árpád utcai tanműhelyében, mégpedig egy együttműködési megállapodás megkötésére a helyi Norton 4 Kft-vel, illetve a helyszínül szolgáló CNC forgácsoló műhely és az abban található vadonatúj gépek átadására, melyek összértéke 60 millió forint. A rendezvényt Bodó Sándor, foglalkoztatáspolitikáért és vállalati kapcsolatokért felelős államtitkár országgyűlési képviselő nyitotta meg, és beszédében hangsúlyozta, ezek az eszközök elősegítik a tanulók megfelelő szakmai tudásának megszerzését, hogy majdan kellő gyakorlati tapasztalattal helyt tudjanak állni munkahelyükön. Látható, hogy a munkavilága, a munkaerőpiac világa talán még gyorsabban változik, mint az oktatás világa, pedig ebben mi sem vagyunk gyengék, ha értitek, mire gondolok. Tehát látható, hogy ezek a gyakori változások ezek egyébként nem abból erednek, hogy valakinek valamilyen olyan gondolata támad és a homlokára üt és kitalálja, hogy változtatni kell, hanem egész pontosan abból erednek, hogy ilyen eszközök bukkannak fel itt a mi világunkban, aminek ugye a becsült értékei Gábor szerint olyan 50 millió körül van. Hát látható, hogy ezek a gépek, ezek az eszközök bizony igénylik azt a hozzáállást és azt a tudást is, ami nélkül ezek a fiúk, lányok nem tudnának elhelyezkedni, még az alap esély sem lenne számukra biztosítva. Ezért aztán én tényleg csak azt mondom, hogy minden egyes olyan rendezvény, amikor egy kicsit kötetlenebb formában tudunk ezekről a dolgokról beszélgetni, illetve át tudjuk adni a jelenlegi vagy a jövőben diákoknak, az ő életkori sajátosságainak megfelelő szinten ezt a lehetőséget fel tudjuk hívni az ő kis nyelvükön, az ő kis gondolataikban ezekre a lehetőségekre, kihívásokra a figyelmet, ez nagyon-nagyon fontos. És hát ami különösen ugye egy ilyen Szakmák Éjszakája rendezvény keretében üzenet, hogy ezt ne abban a szigorú tanórai rendben tegyük, amihez ugye általában szokva vagyunk, hogy becsengetés és elmondjuk, hogy és legyen kész a házi feladat, és tanuljól, és stb. Mert ezek a gyerekek, én azt gondolom, hogy ezt a beszédet már nem úgy értik, ahogy esetleg néhány generációval korábban értették. És nem úgy értik az adott munkahelyen sem, hiszen teljesen más gondolom, amikor a munkahelyen felbukkannak, teljesen más világ az, mint amit esetleg megszoktak az iskolai életben. A Berettyóújfalui Szakképzési Centrum főigazgatója, Pejhéné Barta Irén beszédében elmondta, hogy a gazdasági változásoknak nagymértékű innovációval és fejlesztésekkel tudnak megfelelni a szakképző intézmények. A szakképzés olyan átalakuláson megy keresztül, az elmúlt években lehetett ezt tapasztalni, ugyanis a gazdaság olyan dinamikusan fejlődik, a magyar gazdaság olyan dinamikusan fejlődik, és olyan kihívásokat támaszt a szakképzés egész intézményrendszere, sőt még a felsőoktatás intézményrendszerei irányában is, amelynek egyre inkább csak nagyon nagy odafigyeléssel, innovációval és fejlesztésekkel tudunk csak megfelelni. Ezeket a kihívásokat próbáljuk mi naponta leküzdeni, és ezeket a kihívásokat próbáljuk ehhez hasonló rendezvényeken kommunikálni a gazdasági környezet felé is. Ahogy államtitkár úr is mondta, a munkaerő piacon ma már nagyon nehéz arról beszélni, hogy hiány szakma, hisz minden hiány szakma. Magasan képzett szakemberekre van szükség, akik a különböző kihívásokra fel vannak készülve, olyan hatalmas a technológiai fejlődés, olyan nagyok az elvárások a munkavállalókkal szemben, hogy mindenképpen a képző intézményeknek is erre megfelelőképpen és rugalmasan kell reagálnia. Nagyon fontos, hogy a leendő munkavállalók, a tanulók lehetőleg, amikor 14 évesen bekerülnek az iskolába, akkor a szakmák alapjait az iskolába tanulják meg, mind az elmélet, mind pedig a gyakorlat terén,
És fontos, hogy ezekben a gyakorlati helyeken, ezekben a tanműhelyekben valóban meg tudjanak ismerkedni a leginkább korszerű és legfejlettebb technológiákkal, ezekkel az eszközökkel, amit most tulajdonképpen itt egy meglévő és több évtizeden működő műhelynek, tanműhelynek egy kis szegletében alakítottunk mi itt ki. A diákok tanuló szerződéssel mehetnek el gyakorlati tapasztalatot szerezni leendő munkaadóikhoz, folytatta a főigazgató. Miután egy szakma alapjait megtanulták, azt követően a valós életben a termelés folyamatába tudjanak bekapcsolódni, vagyis tanuló szerződéssel menjenek el a különböző gyakorlóhelyekre, és ezért igen nagy szerepe van a leendő munkaadóknak, nagyon nagy szerep van és fontos szerepvállalásuk abban, hogy ők is részesei legyenek a szakemberek képzésének. Az elmúlt években itt Püspökladányban is sikerült több vállalkozással fölvennünk a kapcsolatot, és sikerült ezt az együttműködést gyümölcsözővé tenni, és az is kiderült, hogy nem csak azon a módon, hogy a tanulók tanulószerződéssel ezeken a gyakorlóhelyeken megismerkedhetnek az éppen aktuális technológiákkal, hogy maguk is részesei lehetnek a gazdaság növelésének, hanem több más kapcsolódási pontunk van a felnőtt oktatásban, a vállalkozásokban dolgozók továbbképzésére lehetőség van, és ezen kívül még lehetőség van arra, hogy az iskolákban tanító kollégáink ezeken a gyakorló helyeken ismerkedjenek a legújabb technológiákkal és mindazokkal az eljárásokkal, amelyeket csak a gyakorlati életben lehet megtanulni. Schubert István, a Norton 4 Kft. Ügyvezető igazgatója elmondta, hogy lassan 20 éve működik a vállalkozás, amely országos ismerettségre tett szert a mezőgazdasági gépalkatrészek gyártásával. 1999. november 15-én jött létre a Norton 4 Kft. Akkor még 4 fővel egy 200 négyzetméteres bérelvénybe kezdtük. Lassan 20 év fog eltelni, most már 40 fővel dolgozunk. Egy 1700 négyzetméteres modern újépítésű csarnokba. A fő profilunk a mezőgazdasági gépalkatrészgyártás, amire úgy néz ki, azt mutatja az eltöltött idő, hogy hát nagyon nagy igény van. Itt kezdtük el, szinte azt mondhatnám, hogy helyi gazdáknak a szolgáltatásunkat végezni. Ez ma már országos szintű lett. Olyan nagy kereskedő cégek forgalmazzák az alkatrészeinket, mint a Kite Zrt. Vagy az Axial Kft. A fő profil az a gépi forgácsolás tulajdonképpen. Körülbelül a számát sem tudom, nem készültem ezzel, 50-60 forgácsoló gépünk van. Jobbára hagyományos gépekről beszélünk, de több mint 10 éve bevezettük az akkor még csúcs technológiának számító, számítás technikára alapuló és vezérelt CNC gépeket. Ebből is már jó néhányon készítjük a kisebb-nagyobb sorozatainkat. Emellett lakatos kapacitásunk is van, ami szintén eldicsekedhetek vele, hogy szerintem egy európai színvonalú CNC éhajlító, lemezolló, hengerítőgép, elszívó berendezések és különböző korszerű heggesztőgépek. Schubert István kiemelte a szakképzés fontosságát, hiszen a munkaerőpiacon hiány van a megfelelő szakemberekből. A 13 éve foglalkozunk szakképzéssel, tehát akkor még nálunk ez egy Püspökladány úgy gondolom, hogy eléggé gyerekcipőbe járt. Az első fiatal embert, az édesapja, aki a mai napig nálunk dolgozik, az ő kérésére vettük föl, és a tavalyi évben adtam át neki ennek a fiatal embernek a tavalyi évben adtam át a 10 éves törzsgárda hűségjutalmát, de az eltelt évek folyamán rá kellett jönnöm, amiről már itt elhangzott, hogy a nyugdíjba menő kollégáimat és a megnőtt megrendelői igényeket nem fogom tudni kielégíteni, mert az utcán nincs szakember. Tehát hiába adok fel egy hirdetést, nem fog rá jelentkezni senki, vagy pedig úgy fog rá jelentkezni, hogy azt valonnan el kell csábítsam. És ennek
megmondom őszintén, nem vagyok a híve. A Berettyóújfalui Szakképzési Centrum kancellárja Pap Gábor bemutatta a vadonatúj gépeket. A hagyományos gépészeti képzések, illetve a forgácsoló képzések, szerkezetlakatos képzéseknek a alapgépeit látjuk ezeken ebben a tanműhelyben. Igazából ezek a gépek nem mindebben a tanműhelyben fognak dolgozni, hanem igaz bekerülnek abba a szakipari tanműhelybe, ahol éppenséggel a régebbi típusú gépekkel együtt dolgoznak. Itt jobbra tőlem egy fűrészt látnak, egy szalagfűrészt, igaz daraboló, hosszú alkatrészek darabolására szolgál. Mögötte két hegesztőgépet látnak, egy hagyományos CO hegesztőt és egy AVI hegesztőt, az a pici az AVI hegesztő, és azért a nagyságrendeket a két nagy hegesztő nem került annyira, mint az a pici AVI hegesztő ott fönt a gép tetején igazából, tehát azért ezek az eszközök újak és nagyon okosak és nagyon drágák. Akkor a kollega mellett az egy ponthegesztőgép, igaz 36 kW-os ponthegesztőgép, ahol igaz lemezek egészen az 5 mm-es lemez összehegesztésig alkalmasak ez a ponthegesztő. Arrébb egy plazmavágó, az a nagy piros egy CNC vezérelt plazmavágógép, ott már igaz a beüzemelésnél és már igaz a szakmák éjszakájára rendezvényen fog is ez a gép dolgozni, használták a kollégák, ő ebben a műhelyben fog maradni és itt fog dolgozni. Láttak három kis esztergát, három minitörn esztergát, igaz, ez teljesen, ezek oktatógépek, ezek a három minitörn CNC esztergák, a legújabb 204-es NCT vezérlessel vannak szerelve, igaz, amit ott fönt látunk, az a monitorral ellátott doboz, az valójában egy számítógép, igaz, egy nagyon komoly számítógép, és akkor igaz, a gyerekek tudnak ezen az esztergán bármilyen alkatrészeket legyártani, forgástesteket legyártani. Most a szakmák éjszakáján igaz, fognak, ha jól tudom, igaz, sakfigurákat gyártani alumínium ötvözetből ezeken a kis NCT minitörn esztergákon, de ez kimondottan oktatógépek valójában. És akkor van egy nagyobb gép itt, és ő volt igaz, az egyik legdrágább eszköz, aminek a beüzemelése már megtörtént, ez egy négy-öttengelyes megmunkáló központ, ami bővíthető tovább, így van, tehát négytengelyes, és ez egy megmunkáló központ, ami szintén 204-es vezérlést, NCT 204-es vezérléssel van ellátva. Próbáljuk egységesíteni a centrumon belül a gépeket is, hogy a kollégák igaz egymástól tudjanak tapasztalatot szerezni, egymást tudják igaz segíteni. Ferenczi György, a BSC Karacs Ferenc Gimnáziuma, szakgimnáziuma és szakközépiskolája megbízott intézmény vezetője elmondta, hogy mind az együttműködési megállapodás megkötése, mint pedig az új gépek beszerzése fontos mérföldkő az iskola életében. Ez már nem az első megállapodási szerződés, ez már a második. Nagyon nagy előnye neki az, hogy a gyakorló helyen a mi diákjainkat foglalkoztatják, illetve tanműhelyi körülményeket tudnak teremteni a gyakorlati helyen már. És még egy nagyon nagy előnye van a diákok számára, mégpedig len az, hogy a gyakorlati helyen, ahol a szakmájukat jól el tudják sajátítani, tehát minden feltétellel rendelkezniük kell ahhoz, hogy a szakmát oktathassák. Miután leszakmunkás vizsgáztak, azután el is tudnak helyezkedni, tehát a gyakorlati képzőhely vállalja azt, hogy amennyiben a náluk tanult tanuló végez, munkát is tud a számukra biztosítani, illetve kooperálni tudunk az iskola és a gyakorlati képzőhely között. Ezek a gépek, amiket most itt ebben a műhelyben láthatunk, a korszerű versenyszféra követelményeinek már megfelelnek. Tehát azok a fiatalok érdeklődnek iránta leginkább, akik szakma iránt is érdeklődnek, tehát egy ilyen alkotó szakmát szeretnének tanulni, amiben létre tudnak hozni valamit, tehát egy gépalkatrészt le tudnak gyártani. És ezek a gépek nem úgy működnek, hogy kézzel kell irányítani, tehát kis fogantyúkat tekerni, mechanikusan elkészítve a munkadarabot, hanem informatikai ismerettel is rendelkezni kell hozzá, mégpedig elég komoly ismeretekkel. Tehát jól kell érteni egy kicsit a matematikához is, az informatikához is, meg ahhoz is, hogy egy munkadarab hogyan készül el. Tehát itt mielőtt legyártanak egy ilyen alkatrészt, ezt meg kell tervezni, tervrajz készül róla, majd pedig ezt az egész feladatsort, amivel ez a munkadarab elkészíthető, algoritmizálni kell, és azt is el kell dönteni, hogy egyes munkafázisokhoz milyen szerszámokat használjon a gép. Ezt programban kell megírni, ezt a programot be lehet táplálni a CNC gépbe,
és először le lehet futtatni úgy, hogy a gép még nem dolgozik, nem készíti el az alkatrészt, csak egy próbafuttatást készítenek, és ha bármi hiba van a programban, az már egyből kiírja, hogy ez így nem működik, nem jó, kiírja a hibát, és lehet javítani, és utána, amikor már hibátlanul tűnik a program, utána el lehet készíteni a munkadarabot. Bíró László mérnök tanár éppen az egyik Esztelga gép működését mutatta be a jelenlévőknek, és elmagyarázta, hogyan készülnek a sakkfigurák. Ezekkel ugye be lehet állítani magassági méretbe, hogy tulajdonképpen a munkadarabnak a középponti magasságában legyen az eszem, mert ha nem abban van, akkor mégis torzul az alak, és akkor nem lesz helyes kontúr. Hogyha bekerül a munkadarab, akkor ugye ezekkel ugye a csavarról ugye be lehet állítani a magassági helyzetét. És utána, hogyha bekerül a munkadarab, akkor lényeg az, hogy fel kell venni tulajdonképpen egy nullpontot hozzá, egy olyan nullpontot, amihez képest a munkadarabnak a koordinátáit le lehet írni. Hát általában nyilván azt úgy kell felvenni és úgy kell bemiratkozni, hogy a bázistól való bemiratkozást, tehát az lényeg az, hogy mindig attól a ponttól méretezzük be, amitől le fogjuk gyártani, hogy minél kisebb legyen a mérés hibának, meg a gyártás hibának a lehetősége. A hivatalos esemény után kezdetét vette a szakmák éjszakája, ahol Ferenczi György köszöntötte az általános iskolásokat, majd ismertette a programokat. Szeretnék nektek most kedveskedni. Iskolánk diákcsapata egy kis műsorral készült, amit majd a műsor közlő fel is fog konferálni. Ezután pedig, ha a műsort megtekintettétek, ez egy 15 perc lesz körülbelül, pedig megnézhetitek, ha hátra néztek, ott vannak már az ergék gyakorolnak, kerékpáros bemutató is fog lenni. A rendőrségtől is érkeztek képviselők, illetve a katasztrófavédelemtől is nagyon szép piros járművekkel, ezekhez is oda lehet menni, meg lehet tekinteni, ki lehet próbálni. A hátsó udvar részen motoros bemutató lesz, az erőtöket is ki lehet próbálni, lesz gumigörgető verseny, és ezen kívül még nagyon sok minden más élményben részesülhettek. A műhelyeink mindegyik nyitva áll a számotokra, és a általunk oktatott szakmákat itt meg is tekinthetitek. A középiskola diákjai egy zenés műsorral készültek a vendégeknek. Get a song with me. Hey, 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 h
A műsor után az általános iskolások elindultak, hogy bebarangolják a tanműhely területét, s bepillantsanak a különféle szakmák rejtelmeibe. Éppen a szobafestőknél jártunk, amikor találkoztunk Kis Zsigmond alpolgármesterrel, aki szerint nagyon fontos, hogy mindenki olyan szakmát válasszon, ami örömet is okoz számára. Én nagyon büszke vagyok arra, hogy Püspökladának van egy ilyen intézménye, ahol a szakmákról lehet beszélni, és a szakmát meg lehet tanulni. Én is ennek az intézménynek voltam valamikor a tanulója, már nem ebben a szakmában, amiben mostan tevékenykedek, de nyilván a fiatalok az életében egy nagyon nagy döntés az 14 éves korában, 13-14 éves korában eldönteni, hogy a jövőben miből akar megélni, és lehetőség szerint egy olyan megélhetés válaszol, amit jó kedvel tud végezni, és a mindennapjait ez nem keseríti meg. Tehát elképzelhető ettől függetlenül, hogy a szakma választás után újabb és újabb feladatokat kell ellátni, hiszen a mai világ, a mai gyorsuló világban ugyan tapasztalhatjuk, hogy az embernek az életében 3-4 szakmát is meg kell tanulnia, vagy ilyen képzettségét el sajátítani ahhoz, hogy a megélhetését tudja biztosítani, de hajrá, itt vagyunk, ezért vagyunk itt. A fiatalok is ezért vannak itt, hogy minél több szakmát megismeressenek, a belső világát tapasztalhassák meg, megérinthessék, kézzelfogható legyen számukra, és ezáltal a választást megkönnyítsük nekik. Ferencik György a későbbiekben elmondta, hogy az adott szakmai tevékenységek kipróbálásán túl az általános iskolás tanulóknak különböző feladatokat is meg kell oldaniuk az egyes állomásokon. Ez már a negyedik alkalom, hogy megrendezhetjük a szakmák éjszakája műsoros rendezvényünket. Az előkészületek azok már elég régen elkezdődtek, hiszen ez is szerepelt a éves programunkban, tehát már ott a főbb dolgokat megbeszéltük kollégákkal, nagy vonalakban eldöntöttük, hogy miről fog a szakmák éjszakája szólni. A szokásos módon minden szakmát szeretnénk bemutatni, amik itt a mi iskolánkban választható, és ahogy körbenézek, mindegyik műhelyünk megvan telve, itt vannak a diákok. Most kértem azt az általános iskolák vezetőitől, hogy lehetőleg hetedikes gyermekek is jöjjenek, mert a nyolcadikosok ugye már pályát választottak, ők már jelentkeztek valahova, és ez így jó, hogyha fiatalabb gyerekek is jönnek, akár az ötödik évfolyamtól kezdődően, mert itt azért ízelőtőt kaphatnak abból, hogy egy-egy szakma az miből áll, hogy néz ki, milyen tevékenységet kell folytatni, és úgy készültünk, hogy minden egyes szakmánál valamilyen feladatot, vagy akár többet is tudunk bemutatni a gyerekeknek, és ezt ők maguk is elvégzik utána, gyakorolhatják, kipróbálhatják magukat, hogy milyen ügyesek egy szakmában, és ezt ténylegesen úgy próbálja ki, hogy anyagot kap a kezébe, szerszámot adunk hozzá, és valamit elkészíthet. A kőművesek elméleti oktatója, Szabó Gabriella elmondta, milyen meglepetésekkel készültek az ide látogatóknak. Nagyon várjuk a 8-os, 7-es általános iskolás tanulókat. A fiúkkal összeállítottunk egy kis makettet. Itt megmutatjuk a 8-osoknak, hogy hogyan lehet kis téglából falat rakni, illetve a túloldalon térkövezés bemutatót fogunk tartani, ott pedig a fiúk kipróbálhatják, hogy hogyan kell térkövet lerakni, illetve egy járda készítése lesz. És ha majd a kollégám megérkezik, akkor pedig lesz egy állványmászási verseny, aki a leggyorsabban fel tud mászni az állványra, azt nyalókával fogjuk majd jutalmazni. Egy izgalmas estén vehettek tehát részt az általános iskolások, és remélhetőleg sokukban már el is dőlt, melyik szakmát szeretnék majd választani.